egy boros sikerrel folytatjuk, hiszen kétszer is a dobogó legfelső fokára állhatott, ha csak képletesen is a Varsányi Pincészet az országos borversenyen. Az aranyérmekről beszélgetünk a folytatásban vendégünkkel, Farkasné Varsányi Katalin marketing vezetővel. Szervusz, köszöntünk a stúdióban. Gratulálunk először is. Nagyon szépen köszönjük. Kérlek, áruld el, hogy milyen borokkal neveztetek, és milyen kategóriákban nyertetek? Kettő borral neveztünk, egy rozé küvével, egy 21-es évjáratú rozé küvével, illetve egy Egri Kék Frankos Superiorral, ami 2018-as évjáratban készült. Mind a ketten aranyérmet hoztak el, nagyon örültünk neki. Egy számunkra minden borverseny presztízs kérdésű, hiszen azért ez egy nagyon jó visszajelzés, hogy merre felé megyünk, jó úton vagyunk-e. Azért szakmailag is egy kis elismerés a borásznak, úgyhogy mindenféleképpen ez nekünk egy jó dolog. Talán kezdjük a rozéval. Említetted, hogy gyakorlatilag Franciaországban is nyertetek vele. Ott milyen díjat? Hát rozékészítést azt nagyon szeretjük, mert több mint 20 éve készítünk rozét a borvidéken, és ezzel a rozénkkal most Párizsból jöttünk haza egy aranyéremmel, a Rosé Olimpián, a La Mondue de Rosé Párizs. Onnan hozott el nekünk egy aranyérmet, szintén nagyon szeretjük ezt a borversenyt, nem minden évben hozunk el egyébként érmet, ezért is jó magunkat egy kicsikét tuningolni, hogy akkor minden évben a legjobbat kell csináljuk. Úgyhogy ő több érmet is hozott a pincészetnek. A Kék Frankos ő meg viszonylag új, 2018-as évjárat, tehát nem olyan rég került palackba, de gyakorlatilag az országos borverseny volt az első, ahol megmérettetett. Az érdekel engem, itt az elmúlt években elég sokat beszélgettünk borokról, borászokkal, borversenyekről. Most egy olyan érdekes dolog áll fönt, hogy majdnem mindig eddig arról beszélgettünk, hogy milyen nemzetközi versenyen nyertek a borok, valahogy az mindig egy nagyobb körítést kap, miközben azt gondolom, hogy fontos az is, hogy a hazai borversenyen is megmutassák és megmérettessék magukat. Jól gondolom én ezt egyébként, hogy egy kicsit a hazai borversenyek azok háttérbe vannak szorítva akár a média által, vagy egyáltalán megjelenés által, vagy ennek a jelentősége? Hát a nagyobb borversenyek, ugye van magyar borverseny, viszont nemzetközi szervezésű, illetve hát vannak a nagy országos borversenyek, ezek mindenféleképpen egy nagy presztízssel bíró borversenyek, és hát vannak a kisebbek. Azokat sem kell lebecsülni, hiszen azért aki kisebb volumenben készít borokat, azért szereti magát ott is megmérettetni. Tehát mindenféleképpen a kisebb borászoknak is jó, hogy van. Nagyobb borászoknál már inkább a szakmai része is fontos, hogy olyan zsűrizze, akik szakmailag mindenféleképpen megfelelnek minden kritériumnak. Ilyenkor egy-egy ilyen versenyen lehetőség adódik arra is, hogy mondjuk eszmét cseréljenek a borászok egymás között? Hát ott mi nem vagyunk jelen, vannak borászatnak képviselői természetesen, de nem kifejezetten ez a cél. Vannak más fórumok, ahol a borászok tudnak eszmét cserélni. Itt kevésbé ez a jellemző. És ízvilágban egyébként mi jellemzi a két nedűt? Hát a rozénk egy Cabernet Sauvignon Merlot és Kék Frankos házasítás. A prémium rozénkat mindig is a Cabernet Sauvignon adta elég sokáig, a 2019-es évjáratig befolyólag. Aztán jött egy 2020, illetve egy 21, ahol viszont már önállóan nem tudtuk palackba, forgalomba hozni, ezért készítettünk küvét, hogy ez a harmónia megmaradjon egy sokkal, tehát nem egy könnyedebb rozé, nagyon karakteres, illatos, hosszabban eltartható rozé, tehát nem a nagyon könnyű, gyors fogyasztású rozé. Ettől függetlenül jól behűtve nyáron, gréppartik mellé tökéletes. A kék frankosunk pedig hát egy igazi kék frankos a mellé. Leülünk, beszélgetünk jókat, azért már egy kicsi hűvösebb idő is kell neki. Nagyon mély színnel, magas alkoholtartalommal bír. Még van érlelni való ideje,
Tehát aha, most nagyon örülök neki, hogy országos borversenyen ilyen érmet hozott el. Ez egy kicsit előrevetíti, hogy akkor van benne potenciál is, úgyhogy ez mindenféleképpen gondolkozunk benne. Úgyhogy úgy ezt lehet tudni a két bornak a... Egy aranyére mindig kötelez. Ezt akár a sportról beszélünk, akár bármi másról. Minél több helyezést érnek el a borok, az elkövetkezendő időkre az mindig egyfajta teher is, egy édes teher, lehet ezt mondani. Egyébként, hogyha mondjuk nem aranyérmet nyertek volna a borok, akkor abból milyen konzekvenciákat lehet levonni, hogy a következő évet, tehát hogyan lehet ebből a fejlődést garantálni? Ugye van egy ilyen mondás, hogy én soha nem veszítek, mert vagy nyerek, vagy tanulok. Ez igaz. És gondolom ez itt is igaz lehet, hogyha mondjuk nem úgy sikerül egy borversenyen helyezést elérni, akkor abból le lehet szűrni a megfelelő konzekvenciát, ugye? Hogy a hát természetesen itt évjárat is azért nagyon nagy függvénye ennek, hogy nem szabad elkeseredni, mert azért az évjárati tényezők azok ott vannak. Bizony. Ez úgy maradjon meg, hogy hát na akkor még egy kicsit, hogy el kell érni valamit. Aha. Tehát ez egy nagyon jó motiváló eszköz. És az aranyéremnél? Hát, hogy hozni kell ezt a szintet. Ez a minimum, innentől kezdve. Igen. Aha. Én nemrég nagyon meglepődtem, több szakemberrel is beszéltem, és azt mondták, hogy a borfogyasztás az nagyon csökken. Ez lehet. Mik a tapasztalatok? Mondjuk a fiatalokat mivel lehet megfogni, vagy rábírni, hogy esetleg kicsit több bort fogyasszanak? Hát ez egy nagyon nehéz kérdés. Próbálkozunk mi is, mert igen, egy csökkenő borfogyasztással vagyunk szemben, és azért ez kihívás szerintem úgy az egész magyar borászat számára. Mi azzal próbálkoztunk, hogy próbáljuk őket más kommunikációs csatornákon megfogni, mert el kell jutni hozzájuk valahogy információlag. Kicsit újulnunk kell, nem szabad bele mennünk ebbe a nagyon tradicionális vonalba, hanem igen, a borral egyébként nagyon sok minden jót lehet csinálni, meg jót lehet főzni, hogy ez legyen a gasztronómia része. És edukálni kell, folyamatos edukáció kell. Ehhez lehet, hogy egy borászat kevés, tehát ehhez inkább egy összefogás kéne, mert hát nagyon sok pénz is az, hogy eljusson az információ oda, ahova kell. És hogy lehet a borokból jó koktélokat is készíteni, és hogyha ezt a borász elfogadja, hogy ha jó, tehát jót kell adni, és akkor annak a végterméke is jó lesz. Ebből egy kicsit, hogyha változtatunk egy pici szemléletet, akkor szerintem meg tudjuk fogni a mai fiatalokat. Kicsit ki kell itt a komfortzónából, ugye? Azt hiszem, igen, hogy egy kicsit... Igen, mert hogy a borfogyasztás kultúrájáról is sokat beszéltünk, de nyilván ezt valahogy a fiataloknak a hirtelenségével is, most arra értem, hogy gyorsuló világban nem biztos, hogy ők pont arra vágynak, hogy leüljenek egy pohár borral és beszélgessenek hűvös őszi estén a kandalló mellett, mert nekik már ez egy kicsit gyorsabb. Milyen versenyek lesznek, vagy lesznek-e még a közeljövőben? Hát idénre már mondhatnám, hogy befejeztük, de azért ez így nem lenne igaz, hiszen jönnek az új borversenyek. Uh-huh. És akkor a Miklós napi rozé borverseny az egyik fontos momentuma nálunk, illetve a új borverseny, ez egy országos borverseny, oda is szoktunk nevezni, uh-huh. Úgyhogy még ezek állnak előttünk. A nemzetközi borversenyek azok, hát ugye tavasztól a nyár végéig azok már befejeződtek, úgyhogy majd... De ilyenkor azért már kialakul a fejben, hogy mi megy ki ezekre a borversenyekre, igen, ugye? Meg hát, hogy látjuk, hogy hogyan változik, azért ugye mi egy folyamatosan változó világban élünk, tehát nem lehet azt mondani, hogy még az időjárás sem ugyanaz, ugye? Igen. Hogyha már megszokunk valamit, akkor kezdhet előről az újratervezés. Úgyhogy ezt figyeljük, és akkor, amikor eljön a nevezés pillanata, akkor... Látjuk, hogy mik az érdemes tételek, akkor azokat fogjuk nevezni. Még kicsit visszacsatolva az előző témára, hogyan látod bormarketing szempontjából, hogy áll az egri borvidék? Én nagyon örülök, mert szerintem a borvidéken elindult egy nagyon jó marketing. Összefogtak a borászok, és most már egy irányba nézünk, és egy irányba húzunk. Van még mit csiszolni, de hát
akkor nem is mi lennénk, de legalább már megjelentünk, észrevettek minket, és itt most az egri borászokat konkrétan említem, hogy Egerben van történés. Ugye van egy gyönyörű szép történelmi városunk, van borkultúránk, van bortörténetünk, még azt is kell, hogy mondjam, mert akár Szépasszony völgyet megemlítem, de hogy azért sok színű, sok arcúak vagyunk, és ezt most már kezdik felfedezni. És ez szerintem egy nagyon jó irány. És kifejezetten a ti bakancs listátokon mi szerepel még így a jövőre nézve? Mi az, amit mindenképpen szeretnétek elérni? Akár verseny, érem, bármilyen szakmai siker. Hát ez egy nagyon jó kérdés. Szeretnénk 5 éven belül a Magyarország 10 legismertebb és elismertebb borászata között szerepelni, tehát ez egy nagy cél. A borkultúrát népszerűsíteni mindenféleképpen. Versenyekben én úgy érzem, hogy már szinte minden megvolt. Ez azért kicsit nagyképűen hangzik, de tényleg borászunk is már volt az év borászai Tegerben. Fogunk menni, tehát nem fogjuk azt mondani, hogy hát most már elértünk mindent, nem fogjuk ezt csinálni tovább, mert hogy kellenek pont ezért, hogy tudjunk fejlődni, és hogy a szintet meg tudjuk tartani, ezért a meglévő versenyekre biztos, hogy fogunk nevezni. A vörös borainkkal szeretnénk mindenféleképpen fejlődni, meg hát a fehér rozék is, tehát nem lehet azt mondani, hogy ők pedig maradnak a talomba, tehát elég sok tervünk van így a jövőre nézve. Akkor tényleg csak egy mondatban a végén, milyen lesz az idei termés? Szüret hiszen már megy. Nem vagyok jós, igen. Eddig jónak ígérkezik, tehát azért vannak cukorfokok is, savak is a megfelelő arányban, sokkal kevesebb a mennyiség. Színanyagunk nagyon-nagyon van, tehát még a fehér szőlőknél is észrevehető, hogy tehát ez a nagyon halványsága szín, ez nem ez lesz a jellemző, hanem már az új bornak is lesz egy meghatározó színe. A rozéknak is nagyon szép színanyagaik vannak, tehát rosszat nem tudok rá mondani. Éljük túl. Így van. Akkor legyen ez a zárszó. Nagyon sok szeretettel gratulálok még egyszer, és sok-sok sikert az álmok eléréséhez is. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük szépen. Nagyon szépen. Köszönjük.